hogyan kerültem fel a magyar rendőrség weboldalára? Angliából kitalkat rész, ez pedig egy világsztártól jött! Meg van kezdve táncolni, és este eljön. Azért ez a lelkesedés. Köszönöm szépen! Posta érkezett külföldről! Ebben egy kitalkat rész van, ez pedig egy világsztártól jött! Nem kellene megijedni, nem bolondult meg a csávó. Is. Nem vettem egy újabb kitalkatrészt, illetve kitalkatrészt, de mégse. Ezt látod? Bársonyba van becsomagolva. Nyilván papír. Új rendszám! Kettő! A rendszám cserének, vagy a másik rendszám beújításának az oka a következő. A régi, ami nekem jelenleg fent van, eléggé el van már kopva. Túl sokszor vettem le és tettem vissza, látszik már, hogy pattog a festék a tetején, illetve úgy láttam, hogy az első és a második évadban volt az a fajt. Ez, ahogy a matrica is mutatja, 1984-es műszaki vizsga matrica. Tehát ez a harmadik és a negyedik évadban szereplő rendszám. Mondom a különbséget, mert van, a jelenleg az automon lévő rendszámnak és ennek a K betűje különbözik. Az újabb fajtán, ami 84-es, a K betű szára lejön egészen idáig. Ami most rajta van, az innen föntről indul ez a szár, úgyhogy nagyon jelentős a differencia. És hogy miért van kettő? Ebből csak az egyik lesz az enyém. A másik egy kislány élet volna. Tervben volt ugyanis egy jótékonysági rendezvény Súron, melynek célja egy koraszülött kislány gyógyulását segítendő adománygyűjtés volt. Ezen megjelentünk volna Kittel. De mivel az, hogy megjelenünk valahol, nekem legalábbis nem számít olyan nagy dolognak, ezért szerettem volna felajánlani is valamit, amire aztán lehet licitálni. Egy ilyenfajta rendszámból nincs sok az országban. Én meg amúgy is akartam volna cserélni, ezért rögtön kettőt rendeltem, hogy a jótékonysági napra tudjak magammal vinni pluszban egyet, ez nem jött össze. Lemondták, mert szerencsére a buli nélkül is összejött elegendő pénz. Így, ha valakinek fáj a foga egy ilyen night rendszámra, egyébként ez rendes fémből van, egy az egybe ugyanazok a karakterek, mint a filmben, a színek, a sárga, a matricák, minden tökéletesen megegyezik, és tud egy jó ügyről, amit ennek a licitjével tudnánk támogatni, akkor tessék visítani! Az van, hogy ennek a kicsomagolásához viszont segítséget kell kérnem, mert az ujjamat becsuktam a kocsi ajtajával, és nem tudom egyedül kibontani. Szia, légy szíves! Tudná nekem segíteni? Tiéd az autó? Igen, csak hogy ki tudnád ezt nekem bontani, vagy segíteni kibontani? De ez egy kit. Persze. Segíteni kibontani, légy szíves? Persze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Majd figyelj, ebben mi van? De hogy ez a kit? Az! Ami? Hoppá! Nem mondod! Ez micsoda? Jó napot! Az autó tulajdonosa! Figyelj, az életben nem vettem még részt ilyen kicsomagolós videóban, de örülök, hogy ez unboxing! Most, hogy segítséggel sikerült kibontani, a segítségemmel amúgy lesz majd még téma, szóval elmondhatom, hogy ha nem is világsztártól jött, de egy világsztár jött hozzám kartonból. Akinek a jövőben annyi lesz a szerepe, hogy ha mondjuk ott vagyok egy rendezvényen, de nem jó ez. Vagyok egy rendezvényen, és el szeretnék menni kajálni, az autót ott hagyom bezárva, ő fog addig rá vigyázni. Komolyra fordítva, ez egy életnagyságú, nehogy belevágjak a kukacába, életnagyságú kartonfigura, ami szépen ki van perforálva, tehát csak az alap lesz, ez a háttér nem lesz, és ki tudom állítani az autó mellé. 1,93 magas, ugyanúgy, mint az eredeti, a gyári David Hasselhoff. Három felé van hajtva. Hú, basszus, ez ilyen magas ez a csávó? Aha! Gyere már ki! Van a hátulján ilyen kitámasztó vízbassz. Figyelj, tényleg korrekt. Egy picivel magasabb nála, én találkoztam vele élőbe, körülbelül ennyi volt a különbség. 193 és 186, stimmel. És a csomagolásba adtak mellé bónuszba egy picit is. Kis, ilyen, mint a plüss Hasselhoff aludni az ágyba. Csajoknak. Nekem nem.
Milyen az új haverom? Felkerültem a magyar rendőrség weboldalára. Ja, de nem rablásért, vagy gyorshajtásért. Egy jó cél miatt? Megkeresett a megyei rendőrkapitányság, ezúton is köszönöm a bizalmat, hogy készítsünk egy a biztonsági öv használatára figyelmet felhívó ilyen mini videót. Én hoztam a technikát, az utómunkát, a sztorit is, azt akartam az elején bilincseljenek meg, ne? Nem mentek bele. Egy nagyon jó hangulatú, ilyen másfél-két órás reggeli forgatást követően én összeraktam gyorsan az anyagot, délután átküldtem, és a rendőrségi döntéshozók változtatás nélkül jóvá hagyták. Így most kedden kiment a rendőrség minden online felületére, és 3 nap alatt 250 ezres számot produkált. Nézd, ott van Kit. Nyugi, kezelem a helyzetet. Tudom, épp ezért aggódom. Jó napot! Jó napot kívánok! Közúti ellenőrzés. Áradom is. Mondtam én, hogy minden rendben lesz, látod? Le vagyok nyűgözve. Na! Nem. Amíg nem kötöd be magad, nem megyünk sehova. Igaz. Nincs fontosabb, mint biztonságban célba érni, ezért mindig kösd be a biztonsági övet. Életet menthet. Na, így lehet bűncselekmény nélkül felkerülni a police.hu-ra. És húj be a szemed, és rendben figyelj rá! Ha május 1, akkor majális. Ha majális, akkor retro. Ha retro, akkor retrónap. Nagy atát, tőlem 200 akárhány kilométerre. Bazi sokan vannak. Köztük rajongók, akik mindent megtesznek egy jó képért. Azért ez a lelkesedés. Ez igen. Nyugodtan vegyél bele. Bele is veszek. Megint most komolyan meg... Persze. Micsoda? Ő Branti. Kit imádó, lelkes fotós, néha újságíró, de főképp bolond. Mármint autóbolond persze. Ugyanolyan hülye, mint én. Nem gyári. Hogy, hogy nem gyári? Skoda favorit, Skoda 120-os kard, mi van rajta? Lada légszűrő hátra. Vagy pörögjön. Pörögjön. Atta! Szép legyen ám. Hát, szép nem lesz, csak tiszta. Csíz, az én lábamra nem mész rá. Mert meg tud kiérezni valamit a hangodból. Mit érzel ki a hangomból? Hogy kitaláltál valamit, amit remek ötletnek tartasz. Következésképpen mindjárt kiszállsz, vakmerő dolgokra ragadtatod magad, én meg mehetek örködő üzemmód. Nem akármilyen veterán autók vannak. Skoda kupét láttál már? Dacia. Ezer éve nem láttam ilyet. Na ezt a piros-fehér zsiguli kombit lesz meg. A miénkén ugyanilyen váltógombol. Gyönyörűek a krómok. Jaj, Trabant is van! Yeah! Marmor. De szép zsiguli.
Gratula minden autó tulajdonosnak. Olyan érzéseket hoztatok vissza, és nekem a csúcs a Latvia kisbusz, amit kevesen ismernek, de visszahozza a gyerekkoromat. 30 éve nem láttam ilyet élőben. Az én apukám 91-ben ilyennel dolgozott, egy zöld-fehérrel. És néha, hajnali 5 órakor, engem is elvitt magával dolgozni. Na ez neki is tetszene. Remélem, onnan fentről ő is látta. Üdvözlők a kedves nézőket Nagy Atádról, nagyon sok szeretettel. Megmondom őszintén, kicsit féltem eljönni, mert hogy messze van meg minden, de ez baromi jó buli! Most kezdődik az autós felvonulás, a kupé Skoda fog felvezetni engem, én leszek a második, aztán na mindegy, kiderül. Visszafordultunk egy ilyen U-kanyarban, és mivel én vagyok a második autó, akik eddig mögöttem voltak, azok most szembe kerültek velem, kitettem a kis kamerát, figyelj! Rázott a hideg, most is ahogy róla beszélek, 1005-ös zsiguli, a kék zsiga, a 90-es évek Ford Escortja, Ford Scorpio, a régi autók, amiket 1000 éve nem is láttam, és amikor a kis kék Trabant kombi elment mellettem, és hallottam a hangját, hogy prrrr, nézd, még most is ráz a hideg! Ennyit a mai napról, elég hosszú út van még hazafelé, úgyhogy nekem muszáj indulni. Viszont találkoztam két úriemberrel, akik nézik a csatornát. Mit is akartál mondani? Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. És TikTokon is kövessétek a Joti és az autók csatornáját.